gyógyíthatatlan vagyok, gondterhel, beteg a szívem. Népem kiáltása hallatszik messze földről. Hát nincs már Úr a Sionon. Népem összetörése engem is összetört. Gyászolok, rémület fog el. Miért nem tudnak begyógyulni népemen a sebek? Bárcsak a fejem a víznek és a szemem könnynek forrásává válnék. Éjjel-nappal siratnám népem megöltjeit. Ezek Jeremiás próféta hozzánk szóló megrendítő szavai több mint 2500 év távlatából, mikor Jeruzsálem pusztulása kapcsán elsiratja népét. Tajtótfalu község önkormányzata és a Magyar-Izraeli Baráti Társaság Kulturális Egyesület Szentendre Dunakanyar közössége nevében köszöntök minden megjelentet. Magyarországon 2001 óta április 16-a a holokauszt magyarországi áldozatainak emléknapja. 1944-ben, 72 évvel ezelőtt, ezen a napon kezdődött meg a gettósítás Észak-Kelet-Magyarországon és Kárpátalján. A példátlan gyorsasággal lezajlott gettósítás után mindössze néhány hét alatt, május közepe és július eleje között a teljes vidéki zsidóságot Auschwitz-Birkenau-ba deportálták. A magyar vidék zsidóságára a birkenaui lágerben azonnal pusztulás várt. A csekély számú munkaképesnek ítélt ember közül is csak kevesen élték túl a megpróbáltatásokat. A magyar vidék több százezre zsidóságából mindössze néhány tízezren tértek vissza. Itt állunk Tajtótfalu egy csöndes utcájában, egy ma már nem létező zsinagóga emlékét őrző telek mellett. Csak egy épület hiányzik, gondolhatnánk, de ehhez az épülethez egy közösség is tartozott. A tóra olvasása, imádkozás, éneklés, az ünnepek hálatelt zsongása töltötte meg a már nem álló falakat sok-sok éven át. Ez a közösség nem létezik már. A meggyilkolt zsidóság, köztük Tajtótfalu zsidó polgárainak hiánya fájó és pótolhatatlan. Népem összetörése engem is összetört, gyászolok, rémület fog el, bárcsak a fejem a víznek és szemem könnyeknek forrásává váljék. Éjjel-nappal siratnám népem megöltjeit. Mindazokat, akiket túlélőként, leszármazóként érint a Soá borzalma, és azok is, akik tanulmányaik során, olvasmány vagy film élményeik segítségével értették meg a holokauszt embertelenségét, és őszintén megérintette őket a sok millió áldozat embertelen és kegyetlen halála, hitem szerint osztoznak Jeremiás mély fájdalmában. Miért nem tudnak begyógyulni népemen a sebek? Kérdezzük a prófétával együtt. Kertész Imre író egy konferencián mondta a következőket. Nem létezik az a közös nyelv, amelyen a holokausztról beszélni tudnánk. Amennyiben igazat adunk neki, feltehetjük a kérdést, van-e ilyen nyelv egyáltalán? Ha van, rátalálunk-e valaha? Vagy már rátaláltunk? Akár itt és most Tajtótfaluban a Rákóczi utcában? Nem tudom a választ. Azt viszont látom és tapasztalom, hogy a megemlékezés őszinte csendjébe, az áldozatok tragikus sorsának felidézésébe, a történelmi kutatások aprólékos, tényeket feltárni igyekvő alázatos munkájába szüntelen beleordít a gyűlölet, a meg nem értés, a felelősség elhárítása, a politikai érdek, a személyes sértettség, a meggondolatlan nyilatkozatok, az értelmetlen szobrok. Végezetül válaszoljunk Jeremiás népének messze földről és az idők távlatából hallatszó kiáltására. Hát nincs már Úr a Sionon? Sokan feltették a kérdést, hol volt Isten a holokauszt idején? Ott volt-e Auschwitzban a szenvedőkkel? Miért engedte, hogy választott népével ez történjen? Miért tűrte a gonosz tombolását? Emberi gondolkodás, emberi vádak. Sok kérdésre nincs emberi válasz. A válasz Istennél van elrejtve. Mégis mit tehetünk azért, hogy a könnyeink forrása elapadjon, hogy sebeink begyógyuljanak, hogy megtaláljuk a közös nyelvet? Megoldást jelenthet az oktatás, az ismeretek át- és továbbadása, konferenciák, továbbképzések tartása, megemlékezések és emléknapok rendezése, emlékművek átadása, múzeumok nyitása. Mindez azonban kevés, fontos, de kevés. El kell fogadnunk a mindennapjainkban,
Meg kell élnünk a szerest fel a barátodat, mint magadat, isteni parancsát. Akik így cselekszenek, Dávid király szavaival közösen adhatnak hálát. Tudjátok meg, hogy az Úr az Isten. Ő alkotott minket, az övéi vagyunk. Az ő népe és legelőjének nyája. Adjatok hálát neki, áldjátok nevét. Mert jó az Úr, örökké tart szeretete, és hűsége nemzedékről nemzedékre. Hiszem, hogy Isten szeretete, az ő nemzedékről nemzedékre tartó hűsége, a hozzávaló tartozás közös tudata felszárítja a könnyeket, és begyógyítja a sebeket. Isten nélkül minden emberi erőködésünk hiába való. Keressétek és hívjátok segítségünket. Szeretném felkérni Szőlős Péter urat, hogy a holokauszt tanítótfalai áldozatainak nevét legyen szíves felsorolni. Lejn László kutatása alapján tudjuk, hogy 1900-ban Tajtótfaluban 25 zsidó élt, 1920-ban 33, 1930-ban 23, 1944. május 16-án 21 főnyi zsidó lakosságot jelentettek a faluból. A Szántó család jóvoltában létrejött emlék- és imaházban Szentendrén, azon az emléktáblán, amely felsorolja a szentendrei gettóból elvitt zsidókat és elpusztult zsidókat, az alábbi neveket találjuk. Tajtótfalusi áldozatok. Klein Árminné, született Goldschmidt Teréz. Kalmár Samuné, született Pik Ida. Kalmár Berta, Ráb Gyula, Ráb Gyuláné, Ráb Imre, Szafir Jenő és Szafir Jenő. Én levéltárakban szeretek kutakodni, de a másik nagyon fontos irány lenne a még élő helybelieket megkérdezni, vagy az ő gyermekeiket, unokáikat, hogy milyen emlékeik, milyen történeteik vannak, mit hallottak erről. Ez már részben megtörtént a korábbi kutatásokban, hogy a videóban is láttuk ennek egy kis nyomát, illetve hát még hátra lévő feladat lehet. Én a levéltári adatok alapján mondanék néhány dolgot. A országos összeírásokban, illetve választások listák alkalmával azt rögzítették, hogy 1840-ben már éltek itt zsidók Tajtótfaluban. Igaz, hogy nem jelentős létszámban, akkor 5 főt írtak össze, de később a számuk 20 fölé, 30 fölé növekedett. Ami a teljes lakosság létszámát tekintve olyan 1,3-1,7%, de százalékról beszélni kicsit furcsa, amikor valakinek a barátjára is gondolhatunk, vagy a szomszédjára, vagy ismerősére, és így mindjárt emberekben gondolkozunk, nem egyszerűen egy élettelen százalékokban, statisztikai adatokban. És a születési anyakönyvekből már az 1850-es években találunk itt olyan helyben született gyermekeknek a nevét, illetve az édesapjuknak, édesanyjuknak a nevét, akik aztán teljes életüket időnként Tajtótfaluban élték le, és mondjuk 60-70-80 évvel később a halálozási bejegyzésük is szerepel, akár a Bandler család néhány tagjánál, akár a Fleischmann család néhány tagjánál, ahogy a kis filmben a temetői sírköveknél is láttuk. Például mondjuk az 1861-ben született Fleischmann Mózesről hallhattuk, ugye, hogy ő postamesterként halt meg. 1920-ban, és osztrák postai számtanácsos volt, ő ezt szerepel a bejegyzésben, jelentsen ez bármit is. De nem mindig Tahiban temetkeztek egyébként, hanem a szentendrei zsidós temetőben is találni néha Tajtótfaluban születetteknek, és ezek szerint Szentendrére átköltözötteknek a sírjai, vagy volt, aki itt gyerekeskedett, aztán esküvői bejegyzésben szerepel, hogy itt a sírhez, és aztán átköltöztek például Pócsmegyerre, vagy Leányfaluba, úgyhogy volt egy kis elvándorlás, de ide is költöztek Bogdányból, és így jöttek, mentek időnként a lakosok. Ahogy a filmből is hallhattuk, voltak, akik egészen magas pozícióba jutottak, például a Kunicer Sándor volt ugye a tiszti orvos, illetve az állatorvos is, a Sipos Jenő is egy ismert tagja volt a közösségnek.
Aztán természetesen voltak olyan egyszerű, dolgos emberek, akikről a levéltári iratok nem rögzítettek semmit, és ilyenkor lenne tényleg fontos szerepe az orálhisztorinak, az emlékezetnek, hogy tőlük megmaradt-e esetleg egy olyan apró emlék, mint ahogy az édesanyja mesélte, ugye például, hogy ő cukorkát kapott időnként a doktortól, és ez a történelem szempontjából egy lényegtelen epizód, de egy helyi közösség életében, ha más nem tudnánk mondjuk, vagy nem tudunk arról a doktorról, akkor ez is egy olyan nagyon apró, fontos dolog. Vagy amit ott a zsinagóga helyén mesélt a hölgy, hogy ő is ott emlékszik, hogy volt egy épület, már fontosan nem, de még ezek az emlékek valamennyire megvannak, és ezeknek lehetne utána járni, itt helyben megkérdezni tényleg a még élőket, hogy mire emlékeznek a szomszédságukból, a környező utcákból, azt összegyűjteni lenne egy fontos feladat. A Szentendrei Magyar-Izraeli Baráti Társaság tagsága szívesen segítkezik ebben, amennyire tudunk. A szentendrei történetet sikerült egészen jól feltárni már, és arról egy szép könyv is készült. Azt meg lehet az interneten is találni, Szomszédaink voltak címmel, és bízunk benne, hogy majd itt tanított faluba is sikerül fényképeket, történeteket összegyűjteni, és abból esetleg egy kiadvány is készülhet, vagy ha más nem, csak az internetre egy oldalra feltenni, hogy más is megtalálhassa. És tényleg bármilyen apró történet érdekes lenne, ami az életükről mesélne, mert ugyan a holokauszt emléknapja van, de nem az áldozatiságot szeretnénk hangsúlyozni. Nem felejtjük el, hogy őket azért vitték el innét, mert zsidók voltak, azért ölték meg őket, de nem vádaskodni szeretnék, vagy nem a számunk kérés lenne a fontos, hanem az, hogy valamilyen emlék maradt-e róluk, és azt megőrizni, hogy ennek a közösségnek a tagjai voltak ugyanolyan emberek, mint akik túlélték esetleg, és ezzel kapcsolatban biztatunk mindenkit, illetve szívesen fogadunk minden segítséget. És akkor köszönöm szépen. Köszönöm. Sorban minden, úgyhogy János talán egy pár szóban mondd el, hogy én hogy kerültem Szentendrére, mert ti hívtatok meg, és akkor utána elindítanánk egy ilyen közös beszélgetést, ott már én leszek a moderátor. Igen. Hát ez érdekes pillanatban érzem most itt magam Tahitót faluban, már én sokszor jártam Tahitót faluban a korábbi években, de ilyen szobában ennyi emberrel erről a témáról még szerintem én nem beszélgettem, de talán majd Mihály elmondhatja, hogy valaha beszélgetett erről a témáról ennyi ember Tahitót faluban. Én azt gondolom, hogy ez egy kényes téma. Erre a Laci is utalt, mert számomra is kényesnek érzem, mert annyi idő eltelt már, és mégis milyen élénken él valami az emlékezetben, legalábbis néhány embernek az emlékezetében, és érezhetnek emberek jó emléket, érezhetnek rossz emléket, érezhetnek nyomasztó, hogy csak más nem mondjak, és tényleg nem a felhánytolgatás véget, de hát végül is itt azért egy néhány zsidó család élt, aki innen eltűnt hirtelen a semmibe, aztán a házaik, meg a vagyonuk, a szoba lett. Tehát lehetnek olyan emberek, akiknek esetleg felmerül, hogy hát vajon nincs egy olyan tárgy, amelyik onnan, és akkor, hogyha most egy fiatal ember, vagy egy akkor nem élt ember idejönne, hogy én nekem van valami otthon, hallottam, hogy ez az, de nem volt ott már senki, és most itt van, és milyen szép dolog lenne. De hát hogy lehet erről beszélgetni, és nem csak erről, hanem sok mindenről, és erre találtunk egy nagyon jó beszélgetési formát, amit Budapesten a Szabadság téren alakítottak ki, egy moderált beszélgetés, amelyik Horváth Balázs Báron barátunk ott nagy tapasztalatokat szerzett és alakított ki a beszélgetési metódusra, amelyik nagyon egyszerű, de mégis nagyon célra vezető. Amikor így körben ülünk és egymás szemébe tudunk nézni, akkor
mindenki elmondhatja a saját gondolatait az adott témával kapcsolatosan. Egymást bevárva, indulatokat vagy direkt vitákat mellőzve, mert a beszélgetésnek, ennek a moderált beszélgetésnek ez a formája, hogy mindenki megkapja a szót, mindenkit meghallgatunk, és senkiben nem fogjuk bele, és senki nem vág bele a másik szavába, vagy nem reagál rá direkt, hanem csak akkor, amikor megkapja a szót. Ilyen egyszerű ez, de mégis nagyon jól bevált. Mi Szentendrén most már egy néhány alkalommal alkalmaztuk, Szentendrén is alakult egy ilyen eleven emlékmű csoport, ez ennek a neve, és most itt ebben a körben is egy ilyen beszélgetéshez ültünk ide, ültünk hozzá. Hogy aztán kinek milyen gondolatai vannak, ez majd itt a mai nap folyamán, most a következő percekben kiderül. És akkor most, hát... Bocsánat, nem akarok senki közövágni, csak a körügyinő nem fog rám sok körül, nekem hétkor el kell akkor most menjünk el! Igen, a feleségem, beszélek helyette, és ha megtetszik ennyi. Tisztelt köszöntök mindenkit, Tajtó polgármester vagyok, és ugye látható, hogy 91-ben, amikor a film készült, akkor Budai polgármester úr ugye elődöm irányított a települést, és hát a Pató Zoltán képviselőtársam, ugye akkor még nagyon kockázatos kalapban is bajusszal ad ezt a riportot. Azért bátorkodtam szólani, egyrészt, hogy nagyon szépen köszönöm a kezdeményezést, hogy ennek a mai rendezvénynek a mi faluházunkban otthon tudunk adni, és én azt gondolom, hogy egy kicsikét úgy érzem magam, mint hogyha valamiféle boxmeccse készülnek, de azt hiszem, hogy ez az esemény, az a mi történelmünk az eseménye. Ez magyar nemzet, Európa történelmnek, a világ történelmnek egy része. És én azt gondolom, hogy itt nem lesz parázsvita, hiszen mi nagyon sok rendezvényt tartottunk ebben a településen, nagyon sok témát megtárgyaltunk e teremben, és soha nem kellett attól félni, hogy a moderátornak valamiféle nagyon nehéz dolga lett volna, hiszen azért vagyunk együtt, hogy egymással együtt jövjük a részpontokat, és megveszik azokat a történelmi eseményeket, amelyek az életünknek a része, és ma is vannak ránk. Én azt gondolom, hogy nem kell egy parázsvitától, meg valami félemtől, valami olyan fóbiától ennek az estének előnézni, amit itt megpróbáltatok felvezetni. Én azt hiszem, hogy nem lesz Budapesthez hasonló fehér, vagy nem tudom milyen székek, tehát én ezt nem is kicsikét értem, ezt a dolgot. Mi nagy szeretettel fogadjuk itt Önöket, és én amikor beszéltünk Péterrel, ugye szomszédommal, akkor én elmondtam azt, hogy én 16-17 éves koromban serdülőként ugye jártam abban a településen, ugye Lengyelországok Krakó közelében, ahol ugye munkaszabadát tesz, német feliratot láthatók. Én ezt abban a korban, abban a történelmi stációban megnéztem, megláttam, és az bejött a lelkemben egy olyan szinten, amit belőle nem lehet kimozdítani. Tehát én azt gondolom, hogy nyilvánvalóan a különböző napi világesemények hatást gyakorolnak ránk, de egy hadat identitással én azt gondolom, hogy mindenki megőrzi azt a tisztességet saját nemzete iránt és más nemzetületi iránt is. És utána, amikor ez egy nemzetté kovácsolódik, akkor ez pedig egy nagyon szép és csodálatos dolog. Nagyon sokat köszöntünk egymásnak, az, hogy hogyan születtünk bele ebbe a világba. Én azt gondolom, hogy egymás irányába kezet kell nyújtanunk, és akkor nem kell ilyen kemény moderátori szerepre készülni, mint amit a pázban. És még egyszer szépen ennek a lehetőségét. Azt el kell mondanunk, hogy ugye ezelőtt 3 vagy 4 évvel került be első alkalommal, lehet, hogy korábban is benne volt Mihály Javicska, nem mondok helyeset, a településnek az eseménynaptárában, a rendezvény eseménynaptárában ez a dolog, tehát nem csak az általános iskolának a Balca Zoltán képviselőtársam által ezelőtt történt talán szerepkörébe fakadva történt a temetőnek a karbantartása, hanem a település képviselőtestületének döntés alapján eseménynaptárban és az a megemlékezés bekerült néhány évvel. Ugye, jól mondom ilyen? Köszönöm szépen. Tehát én azt gondolom, hogy elmondtuk egy úton, és ebben ők tudnak segíteni, hogy ez az út, ez megfelelőképpen a közös szándék akarat mesdjén ez jó irányba haladjék tovább. Köszönöm szépen, és köszönöm, hogy itt vannak. Köszönöm. Helyes Imrénél vagyok, Szentendréről jöttem ide. Azért, mert a férjem Tahiban született, és ilyen vonalon kötődünk a faluhoz.
A családomat nem érintette a holokauszt, de valahol mindig nagyon, nagyon érdekelt ez a dolog, hogy, hogy hogyan történhet meg ez a világban, hogy, hogy ilyen dolog előfordulhat. Amikor leérettségiztünk, mi együtt jártunk iskolába, középiskolába, akkor egy kis csoporttal elmentünk Auschwitzba, és hát egyszerűen nem tudtam végérni ezt. Helyes Imre vagyok. Én itt születtem Tótfalun, 18 évig itt éltem, azóta innen elköltöztem, és csak nagyon ritkán járok ide. Én azért vagyok itt fizikai értelemben, mert a János meghívott. Illetve a János jelezte nekem, hogy ilyen történik. Ő hívott engem, és én úgy éreztem, hogy itt a helyem. Érdekel a dolog, és a érdekesség az, hogy valóban ezzel a kérdéssel szakmámból kifolyólag életpályám miatt is nagyon sokszor találkoztam. Nagyon bonyolult helyzeteket kellett megoldanom, de valójában a zsidóság, mint olyan itt, Tótfaluban, nekem, nekünk, én úgy emlékszem, idézőjel, de semmit nem jelentett. Abban az értelemben, hogy ezt senki nem betette föl annak idején, erről nem beszélt, nem beszéltünk, úgy nem tudjuk, hogy ki a zsidó, ki nem zsidó, ki volt, mit csinált. Ez egyrészről én így utólag gondolom, hogy jó, másrészről szomorú, abban az értelemben, hogy az a zsidóság, aki ennek a falunak, ennek a közösségnek mégiscsak része volt, az eltűnt. Eltűnt nem csak fizikai értelemben, hanem úgy nézett ki, hogy az emlékezetből is. Én nem tudom, hogy ez szándékos vagy sem, én ezt így tapasztaltam annak idején, mert a később évben is szeretnék szólni. Széles Katalin vagyok, és Szentendréről jöttem. Én is a Vajda János meghívójára reagálva értem ide. Az egyik barátom itt, aki Tajtófaluból, úgyhogy én gyakrabban vagyok itt egy-egy rendezvényen. A zsidósághoz a kötődésem annyi, hogy az édesapám zsidó származású. Sajnos 18 éves korában került ki Mauthausenbe, a családja pedig, miután ők 60-ban éltek, az első transport Auschwitzban haltak meg, és hát a családomnak ezt a részét nem ismerem, és miután anyukám katolikus, én ebben a neveltetésben részesültem, és valahogy ugyan én nem vagyok a szocializmusnak a nagy tagadója, de abban az időszakban valahogy ez nem volt napi renden ez a téma, hogy ki milyen vallású, tehát nem nagyon foglalkoztunk vele, és hát az utóbbi évben merült föl bennem újra ez az érzés, hogy a papámra való tekintettel, aki sajnos nagyon hamar meghalt, 47 éves korában, és valószínű, hogy a koncentrációs táborban elszenvedett problémák miatt halt meg ilyen fiatalon. És én olvastam ezt a könyvet, amit a Jánosék állítottak össze, és nekem ez nagyon döbbenetes volt újra szembesülni egy ilyen dologgal, hogy viszonyultak a szomszédok Szentendrén, és azóta mindig gondolkodom azon, hogy le kéne menjek a szédre, ahol apukám született, vagy 60-ban, és ott megkeresem az ő múltját, vagy adatait. Terítettem sor, de egyre inkább megerősödik bennem ez a gondolat. Én Vajda Jánosné vagyok. Az én szüleimből az anyukám Auschwitzba volt, és szerencsére túlélte, és a nagyszüleimet nem ismertem. Az apukám munkaszolgálatos volt, tehát én már egy második generáció vagyok, és ilyen módon engem is érint ez a borzalmas
történet. Ezért, ha tehetem, és itt 18 éve élünk Szentendrén, és ez a zsidóság, illetve a szántóházban lévő embereknek a sorsa utáni kutatás nagyon érdekel, és így ahol az országot, ahogy járjuk, mindenhol megpróbáljuk megkeresni a temetőket, a zsidósághoz kötött emlékeket. Így kerültem tulajdonképpen ide Tahiba is, ahol a barátainkkal próbáltuk ezután, miután megismertük, hogy van itt egy temető, megpróbáltuk ezt a temetőt figyelemmel kísérni. És most, miután láttuk, hogy hát kicsit elhanyagolt, illetve nagyon elhanyagolt volt, hát most nekiálltunk, és ennek az emlékére és ennek a napnak az emlékére ezt a temetőt és a kerítését is rendbe hoztuk. Ez nekem egy nagyon jó érzés, mert én is, hogy úgy mondjam, tisztelettel adózom az elhunytak iránt. Gáros Anna vagyok, Szentendréről. Engem most azt foglalkoztat hirtelen, amit a Laci is mondott, hogy tényleg fantasztikusan sok adatot össze lehet szedni a levéltárakból, innen, onnan, ahonnan, de hogy az igazi az, amit az emberek el tudnak mondani, és ugye most magamról beszélek, én már elég öreg vagyok, de vannak azért még nálam öregebbek, élnek még, akiket még meg lehet kérdezni, és nagyon az utolsó percben vagyunk. És ha egy ilyen beindulna, én is kész lennék arra, hogy felosztunk egymás között néniket, bácsikat, és elmennénk beszélgetni. És így szednénk össze. Mint ahogy most is ott ugye a néni, mindjárt 8 olyan izgalmas, érdekes dolgot mesélt. Vagy a Száva Pali felesége, akiről én most tudtam meg, hogy ő is ide valósul. Itt született az énke, ő is rögtön tudott történeteket, bácsikról, nénikről, gyerekkorából. Tehát, hogy ez egy nagyon izgalmas, érdekes dolog, és mondom, én kész vagyok, jelentkezem munkára, hogyha így végigjárnánk. Ez az egyik, a másik, ami most úgy fölmerült bennem, hogy itt ugye üresen maradtak lakóházak, ahova nem jöttek vissza, tele tárgyakkal berendezett házak, amikbe beköltöztek helybériek. Talán még lehet találni, nem lehet találni néniket, bácsikat, akik oda beköltöztek, és akik... Most már a beszélgetés keretében, most a direkt... Akiktől lehetne kérdezni, vagy azt mondja, hát igen, itt a fiókban, tessék csak várni, megkeresem, volt itt valami írás, vagy papír, vagy képek, vagy családi fotók, vagy levelek, vagy iratok, vagy valami, tényleg volt, mindjárt megkeresem, hogy még talán még ezt is lehetne. Ennyi. Köszönöm. Én Gálos Jenő vagyok, ez is Szentendrén, és hát én részt veszek egy csomó ilyen nemzetiségi társaságban, között szerbek, most két nappal ezelőtt egy ilyen szerb társaságban voltam, és ott jött föl ez, hogy annak idején például Budakalászon rengeteg nemzetiség együtt ért, és nagyon harmóniában éltek.
tanulást, stb. Például olyan volt, hogy a szervek, mikor körveletük, akkor a katolikusok kitettek a, még nem vettek részt a körveleten, de kitettek az ablakba a gyertyát. Fordítva, hogyha a katolikusok csináltak körmeletet, mert húsvét az nem esik mindig egy időben, egy napra, akkor meg a szervek tették ki a gyertyát az ablakba. És ott derült, szóval került szóba, hogy ugye amikor megjöttek a német, tehát bejött a német megszállás, akkor Volksbundisták, akik nagyon haverok voltak egymással, már kijelölték, hogy melyik szerve, melyik fára fogják felakasztani. Erre ezt az egész szituációt a városparancsnok, aki német volt, az állította le, hogy itt évszázadok óta együtt baráti németek egymással, ne csináljátok ilyen hülyeséget, és akkor végén ez megszűnt. Most az, hogy embereket, akik régen egymással nagyon jó viszonyban voltak, hogy föl lehet piszkálni minden probléma nélkül, úgy is, hogyha nincs olyan ember a közelben, tehát olyan embereket is tudunk gyűlöletessé tenni, akik nem léteznek, például a pirézek, vagy például a migránsok, hogy ne vegyétek el a kenyerünket, migránsok. Holott Magyarországon nem is jött migráns. Átutazott. Na most ez lenne a probléma, illetve nem a probléma, ez egy megoldalma feladat, hogy ne kelljen ilyen szituációkban részt vennünk. Tehát figyelni egymásra, és nem fejünket elveszíteni. Előttem az utódom, bemutatott Budai Mihály vagyok, nyugdíjas polgármester. A holokausztról csak irodalmi, filmes és tévéjátékos emlékeim lehetnek szerencsém. Én már később születtem, de megrendítő volt már gyerekfejjel is látni azokat a polcokat, hogy nem tudom minek nevezzel egy filmben vagy tévéjátékban, ahogy a koncentrációs táborokban éltek az utahurcoltak. Koncentrációs tábor emlékhelyet Lettországban láttam, ott is százezres tételben írtották az utahurcolt embereket, elsősorban zsidókat, de az is megrendítő élmény volt, tehát ebből a dologból csak ennyi ismeretem van. A helyi zsidóságról pedig rosszat nem hallottam soha életemben. De hát azt, hogy szitta volna valaki a zsidó, biztos volt ilyen, de lehet, hogy én már akkor ezt mondtam, amikor ezt már nem annyira lehetett, de még családi alapon sem hallottam rosszat. Azt igen, hogy segítettek. Itt még a nyilas parancsnok is olyan volt, hogy a református pappal együtt mentették a leventéket, amiket már fölpakoltak a terrorautóra, hogy viszik megvédve a Németországot is, és nem engedték elvinni. Tehát kilógtunk a valószínűleg sok más hely közül, és a zsidókon úgy is segítettek, itt a vagyonról legyen szó, hogy ha jól számoltam, 6-8, és az nem tudom, 3-4 család lehetett, vagy 4, aki koncentrációs táborba került útfoltból. És volt olyan család, 2, talán azok voltak a legtehetősebbek, az egyiknek házai voltak Pesten, és az ráíratta a Jészabó István bácsira. És utána Amerikába ment, élt, ott halt meg 90-es években, most a 90-es években. Hát a Jészabó István bácsinak nem sokat kellett vele foglalkozni, mert államosították a házat pár évvel később.
viszont a kárpótlási jegyeket megkapta, tartotta a kapcsolatot az Amerikában élő barátjával, és még ki is ment hozzá, kivitette, meglátogatta, hozta a fényképeket, boldogan mutatta, hogy volt ez, és mesélte el a történetet. A másik pedig a tűzírtelep, ami a híd előtt van, az is, a nevekre nem emlékszem, de talán a másik az Ráb család volt. És azt pedig a Jánosi nevű ember kapta meg valamilyen módon, valószínűleg ráíratta, és ő is elment valahova külföldre, valószínűleg, mert túlélte ő is a holokausztot. Tehát így a vagyon nagy része az nem annyira rossz kezekbe került, vagy illetéktelen kezekbe került. Több bíró se hallottam, se rosszat egyáltalán, sőt azt hallottam, most halt meg az adott közvilma, szegényt most emettük a nagy házú Laci bácsi, aki meghalt hirtelen, aki mesélt arról, hogy ő kikkel, hogy barátkozott, tehát hogy együtt nőttek föl, és ide ment, oda ment, és hát azokat is emlékezte, akik aztán a koncentrációs táborban kerültek. De rosszat ő tőle sem hallottam. A Siposi Jenőnek meg van egy receptje, amit az állatorvostól, a kunicertől nincs, mert előbbre való volt az állat valószínű. És van egy receptje, mert azt meg kellett gyógyítani, mert az élet másik alapja ugye a gazdaság volt. Tehát én nekem arról van ilyen emlékem nagyon jelentől, hogy hogy mosott kezet meg, hogy foglalkozott az állattal, amikor jött, és ezt sűrűn emlegette. Na, ilyen emlékek érhetők el a faluban. Volt kiállításon, falu történeti kiállítás, ahol 1500-nál több fénykép jött össze, 1870-es évekből is. De olyan, amin rajta lett volna a zsinagóga, olyan nem találkoztak. Hát próbáltam én is utána nézni, aminek lehetett. Egy képes lapomban ezt majd odaadom a végén érjel tőlem, hogy nem tudom, mi van rajta. Ez az egy sok képes lap közül az egyik, amiről lehet, hogy valami kapcsolódik valamilyen módon a zsidó közösséghez, de nem jöttem rá. Hát ennyit. Ja, és segítettünk az elhangzott kint az utcán és a temető rendbetételénél, és úgy utána gondozásában is szinte nem tudom hány éven keresztül a sokáig, talán most is egy a dolog, nem tudom. És hát nagy öröm volt látni ezeket a fiatalokat tényleg, akik ott dolgoztak. Úgyhogy nagy dolog, és tényleg ápolni gondot. Itt minden temető egyházi, tehát nem a községi. Községi temető nincsen. És ezzel együtt a község is igyekszik segíteni, ahol lehet van katolikus, református, baptista és zsidó temető. Úgyhogy igyekszünk az őseinket is gondozni. Köszönöm. Szólhatok? Elnézést, hogy megszakítom a kört, ez az egyetlen egy mentségem, hogy még nagyon ritkán jár a busz Szigetről Tahitót faluba, de én bízom a polgármester úrban, hogy ezt meg fogjuk oldani, Isten, gyakrabban járjon a busz. Városi Lévai Katalin vagyok, a helyiek szerint gyütment vagyok, mert mint egy 40 évvel ezelőtt hétvégenként jártam Tahitót faluba hegytetőre, azóta már ide gyökereztem, a családom is itt lakik. Minden érdekel, ami ezzel a településsel kapcsolatos. A múltja, a jelenje, a rendezvényei, a vágta, aminek nagyon igazán hangos dokkere is voltam, és remélem, hogy leszek is. Amiért én itt vagyok, miután közvetlenül nem vagyok érintett ebben a szörnyűségben, de közvetett módon igen, és ezt soha nem tudom elfelejteni, és nem is akarom. További kellemes beszélgetést kívánok, és elnézést, de jön a buszom. Elnézést kérem. Én nem tartozom a közösséghez, vagy én a Vajda Jánosnak a meghívására jöttem, egy véletlen folytán. Az édesapám volt zsidó, és a nagyszüleim, a nagyonyámot azt Auschwitzba hurcolták el, ott halt meg.
és úgy kerültem, hogy van a birtokomban egy a magyar zsidók, zsidó hadifoglyok aranyalbuma, és szeretném a múzeumnak felajánlani. Ezt most én nem hoztam magammal, de ott jártam, és ha szükség van rá, én nagyon szívesen felajánlanám. És hogy honnan valós, ezt még nem mondta. Ja, és én Szentendréről jöttem. De családilag szigetmonostori vagyok. Úgyhogy amennyiben a szigetmonostoron szeretnének feltárni valamit, állok rendelkezésre, úgyhogy nagyon szívesen segítek. Úgy tudom, hogy egyedül édesapám volt, de utána fogok én is járni. És úgyhogy nagyon szívesen segítek. És elnézést kérek, de nagyszülői kötelességek hívnak. Még ifjú úttörőként voltam Buchenwaldban, és az egy megrázó élmény volt, 14 évesen. Utána a gimnáziumi évek alatt egy nagyon jó történelem tanárom volt, aki biztos, hogy elindított egyrészt a történelem szeretete, másrészt meg a tanári pályán. Családom nem érintett egyáltalán, nagypapám pék volt itt, gyakorlatilag ők látták el a helyi zsidó voltokat pékáróval, akkor még 3 műzsömle volt, amit naponta rendeltek. Édesapám csavargó volt, tehát ő már nem csavargó, hanem hogy mindig elkódolgott otthon gyerekként, úgyhogy nagynénémnek kellett mindig elvinni a kis zsömléket minden reggel a boltokba. Úgyhogy én a zsidóságról, a zsidó emberekről egyik család részéről sem hallottam semmi rosszat, semmi olyan negatív élmény nem volt, ami miatt nem ért. Tudják jól a családom tagja, hogy elmegyünk bárhova az országba, a papának első dolga megkeresni a zsinagógát, a zsidó temetőt, ezt lefényképezzük. Tehát nem tudom, honnan ered ez a dolog, de ez bennem van. Történelemtanárként, akár a történelemtanárok egyletének a továbbképzéseim, éves értékezeteim igyekszem úgy tenni. Járvesemény intézetnek volt egy érdekes előadása jó régen, ott voltam, aztán a Hanalrend Egyesülettel készítettük többek között ezt a filmet is, vagy hát rólam, de akkor ott a Gyárfás Katalinnal többször vettünk részt különböző továbbképzéseken. Most legutóbb az Avar Alapítványnak voltam egy ilyen multimédiás továbbképzésen. Tehát igyekszem szinten tartani a ismereteket, tudást. Sajnosként mondom, általános iskola 8. osztályába kerül elő a holokauszt, mint témakör. Rettentően nem szeretem azt, amikor egyszer csak becsöppen a zsidóság a gyerekek eszébe, és rögtön a holokausztal csöppen be, és nem tudnak semmit se a Flódniról, se a Bármicról, semmiről, csak a zsidó egyenlő, akit meggyilkoltak. Tehát ez számomra ez nem jó. Na, ez így nem jól van. Igyekszem ez ellen tenni, mert sajnos most már az egy oldalas történelemkönyvi tananyag egy fél oldalra csökkent, most jövőre várjuk az új tankönyvet, nem tudjuk, mi lesz benne. Rettentően kíváncsi vagyok, hogy hogy tudják az összesűrített tananyagba ezt a témát kifejteni. Amikor idősebb emberekkel beszélgettem, családom tagjaival, és igyekeztem rákérdezni itt a helyi zsidósággal kapcsolatos emlékeikre, hát apró összenetek vannak, tehát hosszú nagy történeteket én sem tudok mondani. Ennyit szeretnék most így kezdeteknek. Hajduska István vagyok, Szigetmonostorról. Az internetről jutott hozzám az információ erről a mai eseményről. És tegnap temették el a Margit Hídi csontokat. A nagyapám. Ennyi. Mutatom. Párvegyi Tamás vagyok. És ha megengedik, akkor a feleségem nevében is megnyilatkozni, nem utánozni a polgármester urat, azt hiszem, hogy praktikus. Családunk nem érintett a kérdésben, feleségem református, én katolikus vagyok, viszont szeretném annak történelemnek ezt a nagyon-nagyon sötét korszakát kicsit részletesebben megismerni, ennek több oka is van. Az első benyomásom az akkor volt, amikor a gyerekeimmel kerékpártúrán voltunk, és ki volt írva a tábla, hogy Dachau. Na, nézzük meg, mi van ott.
És akkor szembesültem igazából, hogy mi lehetett ott. Amit ott láttunk, az valami iszonyat volt. Később voltunk Lengyelországban, később megadatott az, hogy eljutottunk a Szentföldre, és próbáltam megérteni azt, hogy hogy lehetett ez. És a mai napig nem értem igazán, és ezért érdekel tulajdonképpen ez a téma, hogy megértsem azt, hogy az emberekben hogy fogalmazhatódott meg ilyen gondolat, ami gyakorlatilag olyan hatása van, hogy eltelt azóta már nem tudom hány évtized, és még mindig ilyen elevenen él. A másik szál, az ügyvédi irodán Budapesten volt egy darabig a 13. kerületben, a Visegrád utca környékén. Nagyon sok olyan emberrel találkoztam praxisomban, akik a második, harmadik generációhoz tartoztak. Ugye a felmenők megérték, vagy nem érték meg, vagy túlérték, vagy nem érték túl. De azok a sérülések, amik ott a felmenők elszenvedtek, azok trauma, az a gyerekekben is ott volt. Ez jelentkezett úgy, hogy az életpályájukon, jelentkezett úgy, hogy szellemileg, jelentkezett úgy, hogy fizikailag. És ezt nem akartam elhinni, hogy ez ilyen. És ezután volt az a bizonyos kerékpártúra, amit az előbb említettem, és ott szembesültem ezekkel a dolgokkal. Hát azt tudom csak mondani, hogy ezt szeretném megérteni, és megemészteni, hogy hogy jutott idáig az ember. Köszönöm. Szegő András vagyok, 20 éve Szentendréről, azelőtt Budapest Újlipótváros. Én, hogy mondjam, családilag teljes mértékben érintett vagyok a dologban. Apám, anyám zsidó volt. Mondhatom, hogy szerencsésen a szűkebb családom túlélte ezeket az időket, beleértve a szüleimet, nagyszüleimet, a bátyámat is. Távolabbi családtagok közül többen elpusztultak. Amihez itt szeretnék kapcsolódni, amit Széles Katalintól hallottam, és nagyon fontosnak tartok, hogy amíg még van rá energiája, ideje, mit tudom én, micsodája, addig menjen el és járjon utána a családjának, én is megpróbáltam megcsinálni. A fiammal elmentünk Kassára, ahol az apám született, kibogaráztuk a polgári anyakönyvet, a zsidó hitközségi anyakönyveket, a temetőben megtaláltunk 150 éves Szegő nevű sírokat, még a mai napig léteznek. Úgyhogy nagyon érdemes ezeknek a dolognak utána menni, mert egy idő után már nem biztos, hogy lesz az embernek módja megcsinálni, megkeresni, és a gyerekeire vagy az unokáira ráhagyni. Nagyon sok mindent tudnék a témával kapcsolatban mondani. Igyekszem rövidre venni, amit lényegesnek tartok, hogy a zsidóság tudata ne csak a holokauszttal foglalkozzon. Ennek a népnek van egy kultúrája, az említett Flódnitól kezdve a zsidó szokásokon keresztül, amelyek legalább annyira mindennapi polgári életviteli szokások, mint vallási szokások. A kettő nagyon szorosan egymásba fonódik, nem is igen lehet őket megkülönböztetni egymástól, vagy elválasztani, és van ennek a népnek egy kultúrája, amiben beletartozik a vizes ember, aki a zsidó falvakban, a stetlekben vizet hordott, mert nem volt ugye vezetékes víz, tehát azt valakinek vinni kellett, és egészen a teljes ember, akit ismerünk, a Aléhem könyvéből, Sólem Aléhemtől Tóbiás, a teljes ember, a Nobel-díjas fizikusig bezárólag. Egy nagyon széles spektruma a kultúrának, az életmódnak. Ezeket életben kell tartani, kutatni kell, figyelni kell rájuk, és foglalkozni kell vele. Nem akarok most hosszabban beszélni. Köszönöm szépen! Engem Szőlős Péternek hívnak, 10 éve itt élek Tajtótfalban. Anyámék
és apámik oldaláról is zsidó családból származom. Apai nagyszüleim Auschwitzba haltak meg, mert Debrecenbe jöttek, anyai nagyszüleim is Debrecenbe jöttek, de a 30-as évek közepén fölköltöztek Budapestbe, és Budapestre is így sikerült nekik megúszni ezt a dolgot, ahogy amelyik többször elhangzott. A dologhoz még tartozik személyes élettörténetem, ez egy másik mozzanat, nevetesen, hogy a szüleim 1943-ban kikeresztelkedtek, és engem pedig egészen 14 éves koromig katolikus templomba járattak. Birmálkoztam és minden, ami a vallással együtt jár, majd úgy 14 éves koromban valahol elkezdtem távolságot tartani attól a történettől. Majd körülbelül 20 éves voltam, amikor kiderült, hogy zsidó családból származom, a szüleim akkor már is éltek. Én is nagyon fontosnak tartom a múlt kutatását, helytörténetileg is, és világtörténetileg is egyformán. És éppen ezért két dologhoz szeretnék kapcsolni, amit elhangzott a mai nap során. Hogy sorrendbe menjek, rendkívül nagyra tartom, és köszönöm Vacsó Zoltán elhangzott szavait, és tökéletesen egyetértek mindazzal, ami elhangzott benne, kivéve egyetlen egyel, amit idézett. Tehát nem őt szeretném kritizálni, hanem Kertész Imrét, aki bizonyára nagy író, mert Nobel-díjat kapott, de attól tartok, hogy nem mindig okosan kotyogott bele a irodalmon kívüli dolgokba. Azt a mondatát szeretném visszaidőzni, amit Zoltán említett, nevezetesen, hogy nincs nyelv a holokausztról való beszélgetésre. Én pedig azt gondolom, hogy ez egy nagy tévedés. Minden nyelv alkalmas a holokausztról való beszélgetésre, legalább annyira a magyar nyelv is. Csak beszélgetni kellene, használni a nyelvet. És akkor eljutnánk olyan kérdésekig is, hogy mi történt annak idején, hogy lehetett ilyet csinálni, ne találtál még odáig is, ami szintén elhangzott a Zoltán beszédében, hogy kiválasztott népével miért bánt így a Jóisten. De én azt gondolom, hogy nem csak a múlttal kellene foglalkozni, mert ahhoz, hogy megértsük a múlttal, csak inkább a jelennel kellene foglalkozni. Mert én azt gondolom, hogy akkor fogjuk megérteni a holokausztot, meg azt, hogy hogy lehetett, hogy maroknyi német itt el tudott vinni ebben az országban kb. 500 000 embert. Akkor fogjuk megérteni, hogyha beszélgetünk arról, hogy mi van ma a világban, nevezetesen hogyan működik a hatalom, és hogyan működik a másság, vagy pontosabban a másságról való gondolkodás. Mert az a tény, hogy itt Európa nagyon, hogy mondjam, csak rossz lelkiismerettel élte meg a holokausztot, de a 90-es évek elején tőlünk nem olyan messzire, Szerbrenicába, ha jöttem két nap alatt 8000 bosnyák férfit és gyermeket gyilkoltak le, pusztán azért, mert egy másik embercsoporthoz tartoztak, gyilkolták le szerb katonák. Méghozzá, és ez is hozzátartozik, holland katonák jelenlétében, vagy legalábbis hozzájárulásával a tekintetben nem tettek semmit ellene. Tehát én azt gondolom, hogyha ma a holokausztot szeretnénk megérteni, akkor nem csak a múlttal kell foglalkozni, mert sajnos nem ez volt az utolsó emberirtás az emberiség történetében, hanem sajnos nap mint nap történik hasonló. Minden valószínűleg szerint tegnap is történt hasonló, és attól tartok, hogy ma is fog és holnap is fog történni. A vallási, etnikai, származási és mindenféle okok miatt ebbe a világba. Így én nem szeretném elvitatni a holokauszt jelentőségét vagy szörnyűségét, de attól tartok, hogy egy sok tekintetben hasonlóan szörnyű világban élünk ma is, és éppen ezért kellene a nyelvet használva, a magyar nyelvet használva beszélni arról, hogy mi is a hatalom és mikre képes a hatalom, meg a másság iránti intolerancia, mert akkor fogjuk igazán megérteni, hogy mi történt mondjuk 1944-ben vagy 1945-ben. Köszönöm szépen!